Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Néhány nappal a kürzengés ünnepe, azaz a rósásána ünnepe előtt. Ugye ez ezen a héten péntek estével fog megkezdődni. Ezzel kezdődik meg egyben a Héber új év is, az 5781-es esztendő. Illetve ez az ünnep elég sok más szimbolikát is rejt magában. Nem ritkaság, hogy hangszerek is kötődnek egy ünnephez, de az igen, hogy maga az ünnep egy hangszer köré épüljön. Most egy kicsit át fogjuk nézni a régi bibliai rendtartását, a hagyományokat ezzel kapcsolatban lehet egy picit szárazabb lesz, de megnézzük ennek az ünnepnek a jelentőségét. És megnézzük, hogy ma hogyan működik ez, illetve hogy mi ennek az üzenete, hogyan tud majd a jövőben, és miben fog valószínűleg a jövőben ez az ünnep beteljesedni a Názereti Jézushoz köthetően. A bibliai rendtartás szerint a, az ünnep nevét egyébként nem találjuk így meg, hogy kürdzengés ünnepe a Bibliában. Helyette azt olvashatjuk a 3 Mózes 23-24-ben, hogy zikron Teruah, azaz a kürtfúvás emlékezete, a vonatkozó bibliavers így szól, mondd meg ezt Izrael fiainak, a hetedik hónapban a hónap elsején pihenő napotok legyen szent összegyülekezés emlékeztető kürtöléssel. Azután a másik ö, kifejezés, hogy megtaláljuk a Bibliában ezt az ünnepet, az a Jom az azaz a Kürtfúvás napja. Ez a négy Mózes 29.1-ben így szól. A hetedik hónap első napján összegyülekezésetek legyen, ne végezzetek semmiféle foglalkozáshoz tartozó munkát, a Kürtzengés napja ez. A körzengés ünnepeként emlékezték, szó szerint úgy is hívták egyébként ezt a, ezt a napot, ezt az ünnepet, hogy az év feje. Ezen a néven csak a bevezetése után, 1500 évvel a későbbi források említik egyébként Krisztus után 200-ban. 70 után a hagyományos megtartás ugye út hiszen lerombolták a Jeruzsálemi templomot. Megoldásként a zsinagógiai liturgiát kiterjesztették, és bizonyos hangsúly vezettek be, hogy a szórványban is meg tudják ezt az ünnepet őrizni. Izraelnek a polgári újévével egyesítették, és gyakorlatilag ez a polgári újév így beleolvadt az eredeti kürdzengésnek az ünnepébe. Ugye az őszi ünnepek közül az első, a hetedik hónap, a Héber hetedik hónap első napján, ezt követi majd a tizedik napon a Jom Kippur, illetve a tizenötödikén a sátrak ünnepe. Idővel a zsidó holdnaptárhoz kötődő bizonytalanságok miatt, mert hogy az új hold megalapításának ténye nem megfelelő időjárási körülmények között nem volt egyszerű, így két napos ünnepé lett. A bibliai eseményként a következőt olvashatunk róla például Esdrás könyvében: Amikor elérkezett a hetedik hónap és Izrael fiai már városokban voltak, egy emberként összegyűlt a nép Jeruzsálemben. Ekkor fogott hozzá Jeshua, Jócádák fia, szolgatársaival a papokkal és Zerubbábel, Sealtiel fia testvéreivel együtt, hogy felépítsék Izrael istenének az oltárát, és égő áldozatokat mutassanak be rajta úgy, ahogyan megvan írva Mózesnek isten emberének a törvényében. Megtartották a sátoros ünnepet, ahogy megvan írva, a hetedik hónap első napjától kezdtek égő áldozatokat bemutatni az úrnak, bár az úr templomá az alapkövét még nem rakták le. Akkor az egész nép egy emberként összegyűlt a vízikapu előtt lévő téren, és azt mondták az írástudó esdrásnak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, amelyet az úradott Izraelnek. Fölolvasta azt a vízikapu előtt lévő téren virradattól délig, azok előtt a férfiak és nők előtt, akik megtudták tudták azt érteni. Az egész nép figyelemmel hallgatta a törvénykönyvet. Szakaszokra osztva olvasták a könyvet, Isten törvényét, és úgy magyarázták, hogy a nép megértette az olvasottakat. Ugyanis az egész nép sírt, amikor hallgatta a törvény szavait, majd ezt mondták nekik, menjetek, egyetek jó falatokat, igyatok édesítalokat, és juttassatok belőle azoknak is, akiknek nincs, mert ami, ami Urunknak szent napja ez, ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Tehát ez, ez meg az utóbbi pedig már a Nehémiás könyvéből volt egy idézet. Nos, a Bibliában nagyon egyszerű volt ennek az ünnepnek úgymond a megünneplése, a szertartása. Meg kellett fújni a kürtöket, és egy ilyen sabbat típusú pihenő napot kellett tartani. Erről a 3 Mózes 23-ban és a 4 Mózes 29-ben is rendelkezett ugye Mózes. A bemutatandó áldozat is elég tömör és világos leírást kapott a 4 Mózes 29-ben, egy darab fiatal bikát, egy kost és egy hét bárányból álló különleges égó áldozatot kellett bemutatni, plusz egy kecske gidált bűnért való áldozatul. Ezt persze a szokásos napi áldozatokon és az új esedékes áldozatokon kívül. A konkrét megüléséről az előbb már felolvasott két utalás található csak a Bibliában, az Esdrás 31 6 és a Nehémiás 8. 1-től 13-ig. az Esdrás 3-ban a templomi oltárt építették e körül újjá, és ekkor kezdték ugye újra bemutatni az áldozatokat, miután visszatértek Babilóniából. Nehémiásnál pedig ugye a falak újjáépítése után, amikor ezen a napon az egész nép az írást ugye meghallgatta, magyarázta, és gyakorlatilag Nehémiás egy szellemi ébredésbe vitte bele az egész népet. Mi a jelent, ugye ezeket a különböző kürtöket, hangszereket használták ehhez a szertartáshoz, ugyanakkor jó kérdés, hogy mi az ünnepnek magának a, a jelentősége. A egyetlen ünnep, ami az úr ünnepei közül újhold napjára esik, amikor a hold szinte nem is látszik és sötét van, és ahogy a hetedik nap és a hetedik év, ugyanúgy a hetedik hónap is szent hónap, Ekkor nem rövid újholdi kürtfúvások, hanem hosszú kürtzengések jelezték az alkalomnak az egyediségét. Ugye ezt a kürt szót, ezt úgy kell elképzelni, hogy egyrészt, mint az előbb láthattátok, voltak egyenes fémkürtök vertezüstből, amit a papok használták az áldozatok felett. Salomon idejében volt egy 120 fős zenekar, gyakorlatilag ilyen kürtökből, ez a 2 Krónika 512-ből is van írva. Ezeket egyébként úgy nevezték, hogy hátcócerá. Valószínűleg a hacacáré kifejezésünk is ugye ebből fakad, hogy nagy hacacárét rendeztek, tehát nagy zengés volt. Úgyhogy ez egy igazi hacacárés ünnepe, ez a zengésnek az ünnepe. Józefus Flávius történés szerint ezzel jelezték egyébként a sabbatok kezdetét és végét is, tehát ezzel a szószerán nevű, egyenes, alapvetően ezüstből, de már részből is készült kürte. A másik hangszere pedig a sofőr volt, ami egy kosszarból készített, faragásokkal díszített hangszer volt, ami Ábrahám és Izsák történetére emlékeztetett, amikor ugye egy szarvánál fennakadt kos lett az áldozat Izsák helyett. Egy tehén szarvat tilos volt használni erre a, az alkalomra, meg egyáltalán szent sófárnak, mert hiszen az aranyborjúra emlékeztet, ami ugye egy nagyon kellemetlen fejezet Izrael történetében. Ilyenkor a, a, a kürtfúvás napjainak hangszeré, hangszerével kapcsolatban ugye nincs megnevezve, hogy kötelező jelleggel melyik legyen. Itt a rabbinikus tradíció és a történelmi gyakorlatra támaszkodva általában a kosszarvat használja ma Izrael, illetve használják azok, akik szintén tartják ezt az ünnepet. Ugye a jubileumi évnél egyértelműen a sófár van megadva, az évbeköszöntét hirdető 50. év kezdeténél, és hát valószínűleg innen fakadhat a hagyomány. Annál is inkább, mert a drága fémből készült kürtöt viszont a Jóm Kippur ünnepén kellett használni inkább. Az 50. évben viszont a sófárok jelezték, hogy mindenki felszabadul, és a földek visszakerülnek az eredeti tulajdonosukhoz. Ugye a kürtzengésnek különböző típusai voltak, a szentírás nem szabályozta, ennek a módját, de van egy ilyen megegyezés szerinti minta, amit ezen a ábrán itt láthatjátok, és ezt egy kicsit így próbáltam, vagy hát próbálja ez az ábra szemléltetni, hogy van először is egy hosszú fúvás, a, a tekiá, azután ezt három rövid, úgynevezett sevarim fúvás követi, majd kilenc kicsi szaggatott teruának nevezett kürtfúvás, és végül megint egy hosszú tekiá típusú, igazán jó hosszú kürt, ami, ami magát az önnek tehát a kezdetét jelzi. De ezt gyakran szokták alkalmazni egyébként, és gyakran hallható, vagy talán az egyik leggyakrabban hallható ilyen sófárfújási kombináció. Na most ugye a kürtfúvást, azt nem csak a kördzengés ünnepén ö, használták, illetve alkalmazták, hanem legalább három egyéb más okból is. Ugye például az első, hogy ezzel gyűjtötték egybe a népet az úr előtt. Ahogy az a négy Mózes 10 le is van írva, amikor megfújják azokat, már mint a kürtöket, gyűjjön hozzád az egész közösség a kijelentés sátrának a bejáratához. Tehát, ha valamilyen oknál fogva azt akarták, hogy, hogy mondjuk Istennek volt egy üzenete, a főpap be akart jelenteni valamit, amit Istentől kapott, egy proféciát, bármit, vagy egyéb más fontos tanácskozásoknál, megfújták ezeket. Aztán ugye ez volt a harci riadó is. Ugye erre elég sok hely van a Bibliában, ami erről ír. Itt most éppen a Némozes 10-et idézem. Ha hadba indultok országotokban, a benneteket szorongató ellenség ellen, akkor is ezekkel a harsonákkal fújatok riadót, akkor majd megemlékezik rólatok Istenetek az úr, és megszabadultok ellenségeitektől. Tehát kulcsfontosságú volt megfogyni a kürtöket, hiszen ez volt az ígéret, amihez kötődött, vagy ehhez kötődött az az ígéret, hogy akkor Isten megemlékezik rólatok. De erről olvashatunk a Bírák 3.27-ben, illetve 7. fejezetében is, a Nehémiás 4-ben, meg az Ezékiel 33-ban is. És még egy ö, ok, amikor mindenképp megfújták a kürtöt, ez pedig az új király megkoronázása volt. Ugye erről például az egy királyok 1.34-ben olvassuk, hogy Cádók pap és Nátán próféta Kenyót felizreelt királyává az adott illetőt, azután fújjátok meg a kürtöt és mondjátok, éjjel Salamon király üjeit, konkrétan Salamon koronázásáról van szó, de utána is minden királyt így iktattak be gyakorlatilag. Ö, én, csak egy érdekesség, hogy 1967. júniusában, 1900 év után szinte a Templomhegyen ismét megszólalt a főrabbi kezében ez a kürt, amikor izraeli katonák visszafoglalták Kelet-Jeruzsálemet. Ez egy nagyon egy felemelő pillanat lehetett. Régi szertartása Hoz kapcsolódik, hogy a papok az áldozatok felett a, az oltárnál kürtöltek az ezüst hangszerekkel rövideket, köztük egy sófár volt, amelyik hosszan szólt. Tehát ez a krónika 29-27-től olvasható többek között. Oké, okay. a modern szemtartás már egy kicsit más. Sajnos a modern szertartás alig emlékeztet az eredetire, nagyon sok lett az új tradíció. Tehát most hangsúlyozom, a tradíciókról, hiedelmekről fogok beszélni, amiknek van némi Biblia alapja, de nem egy az egyben a szentírás kijelentése. Tehát a zsidó hagyományban a Rosasana és a Jom Kipur közti tíz napon Isten átnézi az ítélet könyveit, és eldönti éjjene valaki, vagy meghalljon. Ez a tíz nap, egy, mint egy utolsó esélyű szolgálhat egy bűnösnek, hogy megtérjen ezért, mielőtt Isten végső ítélete véglegesé válna a számára a következő évre. A hagyomány szerint három életkönyve van, ugye ezt a három angyal szimbolizálja itt a képen, Hát ugye az egyik könyv azoké, akiknek befellegzett. Gyakorlatilag ők egy éven belül mindenképp meghalnak. Aztán vannak azok, akik biztos élni fognak még egy évet, tehát kapnak még egy áldott évet, és hát vannak azok, akik ugye a kettő között még a napokban fog eldőlni ez alatt a tíz nap alatt, hogy mi lesz velük. És hogyha a bűnbánat napjai előtt őszinte bűnbánattal, őszintén megtérnek, akkor kaphatnak még egy esélyt a tradíció szerint. Ilyenkor egyébként úgy köszöntik egymást hagyományosan a zsidó emberek, hogy lesáná tovább tika tévu, azaz legyél beírva egy jó évre, természetesen az életkönyvébe. A hagyományt egyébként két Biblia szakaszból eredeztetik, még ha kicsit van benne belemagyarázás is. Ez a 69. Zsoltár, amelynek 29 verse szerint töröltessenek ki az élő könyvéből, és az igazak közé ne írassanak be bizonyos elemek. A másik pedig a 2 Mózes 32, 32, 33 as mi szerint mégis bocsásd meg védküket, mert ha nem, akkor törölj ki engem könyvedből, amelyet írtál. Mondta Mózes ugye az úrnak, hogy bocsásson meg a népnek. Az úr így felelt Mózesnek. Csak azt törlöm ki könyvemből, aki vétkezett ellene. Tehát ezekből a könyvbe beiratás, meg kitörléses szakaszokból eredeztetik ezt a, azért már egy picit talán túlgondolt gondolt hagyományt. Ilyenkor egyébként vannak megtérés imák, úgynevezett szelihót, azaz megbocsátások, amit megelőző szombat éjféltől, mint egy felkészülő imaként mondanak el. És van az úgynevezett elvetési ceremónia, a táslik, ami amikor gyakorlatilag itt a képen is, hogy látjátok, víz mellett imádkoznak, és ö, bibliai szakaszokat, illetve ö, a biblia szakaszokat imádkozzák el, és közben morzsákat szórnak a vízbe, azt jelképezve, hogy Isten így a tenger mélyére veti ugye minden bűnünket, ugye erről szól a Mikeás 7.19, de ilyenkor olvassák föl például a 118. Zsoltár néhány versét, illetve a 33. Zsoltárt, a 130. Zsoltárt, vagy éppen az Ézsaiás 11.9-et. És hát gondolhatjátok, hogy tehát ebben a, ezekben a ceremóniákban, mint már beszéltünk róla, fontos szerepet tölt be maga a sófár, az a kosszarfkürt, a hatodik hónap új holdja előtti szombattól minden reggeli ima után figyelmeztetésül megfújják. A hagyományok szerint ekkor a sátán megjelenik Isten előtt, hogy a könyvek nyitásakor, az említett könyvek nyitásakor vádolja Izraelt, hogy minél többen kerüljenek abba a könyvbe, akiknek befellegzett. És a hiedelem az, még egyszer hangsúlyozom, hiedelem nem pedig egy biblia igazság, hogy a sófár hangja megzavarja a sátánt, ebben mondjuk azért önmagában lehet valami, biztos nem kedvence, és akkor elhiteti vele, hogy talán pont most érkezett meg a messiás és az ő uralmának vége. A küldzengés napján egyébként ilyenkor a zsinagógában összesen száz alkalommal fújják meg a kosszarfkürtöt, azaz a sofát, úgyhogy tényleg jó kis hacatáré van ilyenkor. A zsinagógai liturgia viszont ö, természetesen egy kicsit más, mint annak idején a templomnál volt. Ö, a második leghosszabb liturgiája ö, van a ködzengés ünnepi liturgiának, a Jom Kippur utána az az leghosszabb liturgia, ami zsinagógai liturgiák közül ö, alkalmazásban van. Hát ez akár öt óra is lehet. A liturgia gyakorlatilag Isten királyi mi voltára utal, és három héber áldás köré épül. Az egyik áldása a királyságoknak az áldása, ami Isten fenségéről, mindenek feletti királyságáról szól, a másik a megemlékezések áldása, amikor Isten megemlékezik szövetségéről, amit ugye Ábrahámmal kötött, és a, a, a kosszarvak, szarvak amiknek ugye kult szerepe a sínai hegytől kezdve van, amikor is először jelentette ki magát Isten, sófár hangok zengése, kürt közepette a hegyen. És hát egyben ez az idők végéről is szól, amikor eljön majd a zsidók által ma még mindig várt messiás, és annak uralkodása, ami szintén kürt közt fog megvalósulni, de ezt az új szövetség is természetesen megerősíti. Mivel ez egyben már a zsidó polgári új évvel is egybefort ez az ünnep, ezért ez a vidámságnak és az örömnek is időszaka egyben, hiszen kezdődik egy új év. Tehát egyfajta szilveszter, ha úgy vesszük. Ilyenkor színes üdvözlő kártyákat küldözgetnek általában egymásnak, és vannak bizonyos hagyományos ételek, amiket ilyenkor szoktak elkészíteni. Például ilyenkor szokták enni az almát mézbe mártva, hogy édes éved legyen. Tehát nagyon érdekes, hogy például a héberek nem azt mondják, hogy boldog új évet, hanem azt mondják, hogy legyen édes év a következő. Tehát édes éved legyen. Ö, gyakorlatilag a hatodik napon valamilyen rég nem evett gyümölcsnek a fogyasztása is elő van írva. Van, aki direkt ezért egész nyáron mondjuk nem eszik egy adott fajta gyümölcsöt, hogy, hogy, a, hogy az ünnep hatodik napján akkor elővegye ezt, és akkor ennek, ennek örömére megint megédesítse az évét. Ilyenkor készítik ezt a itt látható kerek, kicsit ilyen mazsolás kalácsra emlékeztető hallá kenyeret, ami gyakorlatilag egyébként egy koronát jelképez, és ezt, ezt, a heti sabbatokhoz használt hosszúkás fonott kenyér vagy fonott kalács helyett szokták ilyenkor gyakorlatilag alkalmazni. Egyébként ez az ünnep a Héber hagyományokban egyben a világ születésnapja is. A Talmudban, hangsúlyozom nem a Tórában, nem Isten üzenetében, beszédében, hanem egy hagyományról beszélek. A világ teremtésének hónapja ez volt, más források szerint Ádám teremtésének ez volt a napja, és így az emberiségnek a születésnapja. Nos, ha így van, hanem várunk azért ettől az ünneptől egy jövőbeli beteljesedést, hiszen ahogy Jézus Krisztus földi szolgálatának és első eljövetelének idejében az úr ünnepei, tavaszi ünnepei szó szerint és napján teljesedtek be, hát joggal várhatjuk, hogy az őszi ünnepek ugyanígy a názereti Jézushoz és az ő második eljöveteléhez kötve hasonló módon az ünnepnek a napján és ennek a szimbolikájával következzenek be, mert Isten elég következetes Isten ebből a szempontból, legalábbis az általa adott ünnepekhez maximálisan az. Jézusnak a második eljövetelekor fog tehát ez az ünnep a maga teljességébe lépni, és gyakorlatilag ezt nevezhetjük úgy is, hogy az Úr napja, de ez még nem az ítélet napja, tehát ugyanez egy hosszabb és más történet, de azzal ne keverjük el. Az első számú fényforrás lesz ugye az úr, aki majd világít éjjel, ugye egy sötétben kezdődő ünnepről van szó, ugye új holdkor még a hold sem világít. Egy sötét ítélet napra emlékeztet ez, az úr napja, amikor nem csak Izrael ellenségei, de Izrael magát is megítéli az úr. Lásd, Ámosz proféta 5. fejezet, Zoforniás első fejezet. Ezelőtt azonban Isten azt mondják, hogy a Joel 2 alapján és a Joel 3 alapján el fogja sötétíteni a napot is. Ugye erről prédikál Péter is pünköstkor az Abcsel 2.20-ban, és János Apostol is említi a jelenések 6. 17 ben hogy kozmikus felfordulás és sötétség fogja majd bevezetni az úrnak a napját. Magyarul mondhatjuk azt is, hogy az úr egyszerűen ezen az ünnepen valami ilyesmi lesz a beteljesedés, hogy kikapcsolja a természetes fényforrásokat az égen, majd rendületlen intenzitással kitölti haragját a gonosz világra. Tehát ez, ez az első, a beteljesedés ennek az ünnepnek nem egy vidám történet lesz majd a földbolygó életében várhatóan. Ö, ö, hát gyakorlatilag, ugye, a régi zsidó tradíció szerint a halottak feltámadását is összekapcsolja ezzel az ünnepel, amiben gyakorlatilag van az új szövetségből is alátámasztó szakasz, mert ugye mindkét nagy esemény, hogy utolsó kürtszó és az igazak feltámadása egy titokzatos összefüggésben áll még egy dologa, mégpedig az egyháznak az elragadtatásával. Erről van ugye az 1 Korintus 15-ben, és az 1 Tesztalonika 4-ben lehet olvasni. És az az izgalmas ebben, hogy itt az a várás van, vagy az a feltételezés, levezhetjük talán még hiedelemnek is, hogy maga Isten fogja megfújni majd ekkor a kürtöt, és amikor ő fújja meg majd az utolsó kürt, szóval gyakorlatilag kezdetét veszi az Úr napja. És itt is majd egy többszörös Ö, ö, célja lesz a kürtfúvásnak. Először is itt is Isten össze fogja gyűjteni az ő gyülekezetét, mert az igazak megmenekülnek az eljövendő haragtól, lásd egy tesztalonika 1.10, hiszen nem haragra lettünk rendeltetve, egy 5 5.9, az igazak feltámadnak, az élőket összegyűjtik a négy szelek felől, lásd Máté 24.31. Tehát egyrészt ez a kürc az ítéletet fogja bevezetni, a, a, a beteljesedése ennek az önnek egy ítéletet fog elhozni, viszont ezelől az én hitem és ez alapján a Biblia versek alapján, amiket most említettem, Isten el fogja az ő valódi követőit, az ő népét vinni az ítélet elől. Ez volt az első ok, ugye, tehát a kürc a második, hogy Isten egy harci riadót is fúj, sátán és az ő gonosz rendszere ellen. Ugye a jelenések 6.17-ben olvashatunk erről és ezzel le fog zárulni az emberi lázadás ideje, illetve hát ugye még lesz azért itt egy kis kemény időszak. És a harmadik dolog, ami miatt megvan ez a kürt, a kürtfúvásnak, az utolsó kürtszónak lesz érdekessége, az pedig, hogy ez gyakorlatilag bejelenti majd a Messiás megérkezését, küszöbben álló megkoronázását, és akkor egyedül ő lesz felmagasztalva azon a napon, Lásdézsaiás 2.17. Ugye, az Úr napjának legfontosabb célja Izrael nemzeti szintű megtérése Jézus Krisztushoz. Azonban sajnos ez nem fog menni szép szóval, hanem egy harag tüzén kell úgy tűnik keresztül jutni Izraelnek oda, hogy kimondja, ahogy Jézus is mondta majd, hogy majd így fog, ezt fogjátok nekem mondani, hogy áldottak jön az Úr nevében. Lásd a 118. zsoltár 26, amit Jézus a Máté 23.39-ben idézett. A megtérés persze nem csak Izraelre vonatkozik, minden embernek személyesen szembesülnie kell ezzel a döntéssel. Ez ugye élet és halál kérdése. El kell fordulni a bűntől a megbánáson keresztül, és oda kell fordulni Isten felé, és csak benne bízni. Tehát nincs más út, mindenki előtte fog majd meghajolni, akár önként, akár kényszerből jelzi ezt előre az Ézsaiás 45-23. Azonban van itt már ö, egy ideje kivetítve két bibliavers, ezeket is felolvasnám mindenképpen. Ö, íme titkot mondok nektek, ugye ez az elragadtatáshoz vonatkozó, igen. Nem fogunk ugyan minnyáján elhúgyni, de minnyáján el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra, mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Az 1. tesztonika 4 16, pedig azt mondja, mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, aztán mi, akik élünk és megmaradunk velük együtt, elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Tehát, mint már az előbb említettem, az úr megfújja a sófárt, összegyűjti az ő gyülekezetét, mert az igazak megmenekülnek a haraktól, mert nem arra lettünk rendelve, és összegyűjti az igazak feltámadásával, amíg földön élőket. Aztán harciriadó lesz a sátárendszer ellen és a mesjás közelgő érkezését is bejelentő kürt szó lesz, és az ő megkoronázását bejelentő kürt szó lesz, amíg után egyedül ő lesz felmagasztalva. Oké, okay. de a mi számunkra mindez mit üzen? Elég száraz volt az anyag a mai napon, tudom, ezért próbálom most egy kicsit feloldani. Tehát mit üzen ma a gyakorló hívő Krisztus követőknek a mai napokban ez a számunkra? Hát az többek között az, hogy az napjának a célja az, hogy Izrael maradékán térjen meg, de ez nem csak Izraelre vonatkozó dolog, hanem egy személyes kérdés is, és mint már mondottam az előbb, el kell fordulni a bűntől, és oda kell fordulni Istenhez, és is csak benne bízni. És mint az Ézsaiás 45 mondja, mindenki előtte fog majd letérdelni. És hát ezt vagy önként fogja megtenni, vagy kényszerből fogja megtenni, de meg fogja tenni. Ugyanakkor ez egy bátorítás is, ez az ünnep arra, hogy lesz az úgynevezett elragadtatás, lesz az igazak megmenekítése az ítélet elől, és ez bármelyik jom kippur, bocsánat, rossasána elnézést, de nem jobb kippur, hanem rosasána, tehát bármelyik kürdzengés napja az az rosasána napján megtörténhet. Úgyhogy gyakorlatilag kész kell lenni. Mondhatnám azt a jó tanácsot, hogy térje meg legalább a halálod előtt egy nappal. Na de hát mondhatnád erre azt, hogy honnan tudom, hogy mikor jön az el. Hát én erre meg azt mondom, hogy akkor annál több okod van rá, hogy akár most megted, és akár legyen ma, vagy legyen a most a megtérésnek ez a napja számodra. Ugye az Ézsaiás 55 hat azt mondja, hogy keressük az urat addig, amíg megtalálható. Ez azt jelenti, hogy bizony lesz egy időszak, hogy fogják keresni Istent az emberek, de nem lesz megtalálható. Hát ez egy nagyon kemény üzenet, úgyhogy én azt javaslom, hogy és arra bátorítalak, hogy keresd az urat, térj meg szívből, fordulj hozzá, fordulj el az eddig életettől, és változ meg az ő segítségével, az ő erejével, az ő kegyelmével. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál, lehet ez most nem az a hagyományos, jól felépített vetítésű anyag volt, amihez hozzászoktatok, és talán egy kicsit száraz anyaggal is volt tele, meg sok bibliaverset nem is írtam ki, és nem is tudtátok feltétlenül mindet lemásolni, vagy leírni, vagy elolvasni, amiket, amiket említettem de bízom benne, hogy azért egy pár információval, segítséggel, rálátással tudtam szolgálni arra, hogy miről is szól ez a kürdzengés napja, az az arosásánál. Kívánok nektek nagyon áldott ünnepet, várjuk együtt az urat, én abban hiszek, hogy az elragadtatás a kürdzengés ünnepén fog megtörténni, hiszen minden Eddigi bibliai ünnep beteljesedése az ünnep napján történt. Az évet nem tudhatjuk, ez tény. De Isten azért volt annyira kegyelmes, hogy, hogy megmutatta a számunkra pont az ünnepi köréből, a Bibliából, hogy azért sejthetjük, hogy az év melyik napján fog megtörténni, még ha nem is tudjuk, hogy az idén lesz, jövőre. Vagy tíz év múlva, esetleg 50 év múlva, vagy még több. Úgyhogy legyünk készek, legyünk felkészültek. Ezt kívánom mindannyiótoknak. Kívánok nagyon áldott kördzengés ünnepet, és hamarosan fogok jelentkezni az utána lévő ünnepekhez kapcsolódó üzenetekkel is. Isten áldjon benneteket gazdagom!